megreggelizek, addig elmondom, hogy mi a napi program. Megyek a Turbina központba, mert most vasárnap van, és van egy női vásár, ami jó lesz kicsit körülnézni. De a fő dolog, amiatt megyek, hogy egy XR márka még megkeresett pár héttel ezelőtt, szeretek volna nekem ajándékozni egy gyűrűt. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Én választhattam a követ rá, szóval ilyen extrán személyes, és nagyon-nagyon tényleg nagyon vártam, hogy eljöjjön ez a nap. Igazából a gyűrűmért megyek, és de hát azért körülnézek nyilván, meg hazai tervezőket is jó lenne egy kicsit támogatni, és remélem haza tudok térni néhány kincsel. A délutánom pedig arról fog szólni, hogy Matyihoz fogok menni. Egyetlen egyet utálok, hogy Matyi tőlem tök messze lakik, és mindig egy óra oda kibuszozni, de legalább zenélünk, és legalább együtt leszünk. Na, gyorsan hajat mostam. Száraz póló segítségével próbáltam leitatni a fölösleges vizet a hajamról. Nagyon gyorsan meghúztam a tusvonalamat, hogy ezzel már ne kelljen szenvedni. Tehát jött a formázás. Most próbáltam, kb. Ilyen 2-3 percig szoktam nyomkodni a hajamat, és ami nagyon fontos, az olaj. Sokan nem bíznak egyébként az olajokban, mármint azt hiszik, hogy eltömítik és zsírosítják a hajat, közben amúgy egyáltalán nem igaz, csak megfelelő módon és mennyiséget kell használni belőle. Én ezt a kettőt szoktam, a Davines-től, illetve a marokkói olajat szoktam még használni, és hát nagyon keveset szoktam nyomni, ez az egyik, hogy ez egy kulcsfontosságú, hogy amennyi hajunk van, ahhoz viszonyítva rakjunk olajat a hajunkra, és hát csak az aljára szoktam, illetve kb. Eddig szoktam olajjal ápolni a hajamat, följebb már nem nagyon megyek, mert teljesen fölösleges. És nyilván az olaj nem formázza meg úgy a hajat, ahogy mi azt a göndörhajnál elvárjuk. Hajápolót vetünk be. Én a Lush-tól szoktam egyébként használni ezt a Curl Power-t, nagyon-nagyon szeretem, viszonylag egy új termékük egyébként. Ebből nagyon keveset szoktam használni, kb. Ennyit, az én hajam kb. Ennyit bír el tényleg, viszont nagyon jót tesz neki. Nem nehezíti el, de azért vigyázni kell vele nyilván, hogy ne legyen ilyen lakhatása. És hát ezzel is a hajam feléig megyek, tehát a hajtőhöz egyáltalán nem rakunk, tehát nem a tezemének kétfajta kétfajta göndörhajra való kondicionálóját. Nagyon szeretem őket egyébként, mind a kettő ilyen bomba biztosra megcsinálja a hajamat, így a formázást illetően. Most ehhez nyúlok, és ez egy régebbi kollekció a másik, és ebből is egy nagyon keveset, az én hajam tényleg nagyon keveset bír el, és nyilván ezt is a végére rakom. Csak gondoltam, ezt így megmutatom nektek, amíg itt elkészülök, és már nagyon késésben vagyok igazából. Ez a női vásár, ez valami csoda volt, és én a Hoffmann Dorottya miatt mentem, ugyanis ő készítette el nekem álmaim gyűrűjét, viszont sajnos nem tudtam még magammal hozni, mert nagy lett, úgyhogy Dorottya még egy kicsit ügyködik az ügyön, hogy jó legyen rám, de levettük a gyűrű méretemet, úgyhogy most már tökéletesnek kell lennie, és hát mint látjátok, gyönyörű kövekkel dolgozik egyébként Dorottya, szóval bátran keressétek meg, mert szívből tudom ajánlani, egyszerűen ő is maga csoda volt, meg hát az ékszere is, itt van a gyűrű, egyszerűen gyönyörű, alig várom, hogy hordhassam, és hát Barbie-val is találkoztam, Olá Barbie-val, akivel meg tök régóta ismerjük egymást, tőle vettem életem első júni tojását, és januárban lesz egy projekt, amiben meginvitált, úgyhogy tök jó volt, hogy itt tudtunk élőben is beszélgetni. Megérkeztem a Matyihoz, és benne vagyok. És délután 3 óra van, sajnos már nem tudok maradni sokáig. Viszont belenézünk egy-két dalba, meg folytatnánk az albumot. Ja, ezt csak meg akartam mutatni, hogy van egy ilyen gondolatom is. Ez nagyon dögösre meg lehetne csinálni. Kis csillámpor. Hát a hangszerelés szempontjából szerintem
Hát igen, tehát ez bealszom kb. Eddig jó szerintem a hangszer. Refrénhez kéne húzni az egészet. Mi a miénk a világot, azt hanyagyára írtuk újra, hogy olyan lett, amilyen. Az igen. Ma pont meghallgattam valamiért egyébként. Ötödikre. De amúgy király lenne, amúgy szerintem csak kb. Ennyit kéne változtatni. Pont rád mértem az életet, kérlek fussa, nem élvezet. Az élet ez amire gyönyörű, ilyen mesél. Gyönyörű. Úristen, az nagyon jó volt. Kis hullámka, hullámcsat. És csillámbor. Míg lelegyen a... Aha. Oké, okay, ez a szünet. Éppen felkelt a nap, én elszenteretem, de nem ez a baj. Vegyük fel. Kezd megjönni a dal. Kezd. Itt mosba csak, és én meg odahúzom. Jó helyre nyomtam. Nos, nemrég értem haza, és tökre máshogy alakult az estém, nagyon örültem neki, hogy a zenélés után Matyi eldobott a legjobb barátnőm az a Leához, és nagyon sokat lelkiztünk, és ott ragadtam kb. Nem tudom, egy 2 órát. Úgyhogy most értem haza, és a legjobb részt így a nap végére hagytam, ugyanis említettem már nektek, hogy megszerettelek volna titeket lepni. És az egyik alkalom az, hogy holnap Mikulás van, és hát hozzátok is bekopogtat nyilván. Nem hagyhattam ki ezt a buliból. Direkt próbáltam úgy összeállítani ezt a kis Mikulás csomagot, hogy legyen benne egy kis nasi, illetve szépségápolás, mert hát nem tudom, ennek mindenki biztos örülni fog. Egy lásos fürdőbomba, ami isteni finom illatú, szóval nem tudom, én ezt a cukorka illatot nagyon szeretem a lásnál, hogy így ez az eredeti cukorka illat, tehát tényleg olyan, mint ez. Úgyhogy hát nem akarom nagyon kibontani, de egy ilyen, stuszi beverte a fejét szerencsétlen. Szóval egy ilyen, csak ennél sokkal nagyobb és sokkal cukibb fürdőbomba található benne. Jó, kibontom, nem bírom ki én sem, ne haragudjatok. Úgyis nagyon finoman van, csak így becsomagolva. Szóval egy ilyen cukorka alakú fürdőbombát választottam. A másodiknak egy pillecukrot, ami hát szerintem megunhatatlan. Én kiskorom óta imádom, én fundi cukornak neveztem el még annó, és azóta nem jut eszembe az, hogy marshmallow, csak az, hogy fundi cukor. És hát a harmadik kis ajándék, ami az egyik kedvenc termékem, az a Visitől a Mineral Waternek a 89-e. Mineral Water 89 szíruma. És ebből nyilván van többfajta kis kiszerelés, meg többfajta szérum. Körülbelül egy fél éve használom az arcbőrömre, és annyira ragyogóvá teszi, meg így megfrissíti az arcomat, így fürdés után szoktam mindig a vizes arcomra rárakni, és ez tényleg zseniális, úgyhogy ha bőr problémákkal küzdködtök esetleg, akkor ajánlom figyelmetekbe, nagyon szeretem, és tényleg ott hat, ahol kell. Csomag, nem csomagoltam be, tipikus én, majd amikor postázom, vagy találkozunk élőben, akkor nyilván nem így fogom odavinni, de ez lenne a kis csomag, dolgot kell tenned ahhoz, hogy tiéd legyen. Az egyik az, hogy iratkozz fel Léci a csatornára, kövess engem Instagramon, és ide a komment szekcióba pedig írd meg, hogy kinek adnád ezt a kis csomagot, és Léci valahogy a kommentbe írjátok meg az Instagram felhasználó neveteket is, ugyanis Instagramon fogok sorsolni szombaton, ez nagyon fontos, szombat este, és hát nyilván így könnyebb lesz mindenkinek. Én most el is búcsúzom tőletek, remélem, hogy tetszik majd ez a kis Mikulás csomag, és hát holnap hétfő, és belevetjük magunkat a programokba, meg a munkába. Remélem, hogy ki tudtátok magatokat pihenni a hétvégén, és nagyon sok kitartást kívánok még így a karácsony előtti időszakra, ez nem csak nekem sűrű, ez mindenkinek sűrű, még meg kell nyomni, aztán lazíthatunk. Úgyhogy jó éjszakát nektek, és köszi, hogy itt voltatok, holnap találkozunk, puszi!